Tamásiban tavaly szeptemberben történt meg Adórián új telepen annak a beruházásnak a munkaterület átadása, melynek köszönhetően hosszú idő után az itt élők is igénybe vehetik a vezetékes ivóvízszolgáltatást. 5 hónap elteltével pedig hamarosan az itteni csapokból is folyhat a víz. Elkészült az ivóvízhálózat teljes egészében. Ez az első üteme a projektnek, tehát Adórián új telepen vagyunk. Néhány hónappal ezelőtt, októberben voltunk itt Süli János miniszter úrral, akinek hathatós támogatásának köszönhetően sikerült ezen a területen kiépíteni a ivóvízhálózatot, ami egy évtizedes probléma volt itt. Közel 2 kilométer vezetékhálózat épült ki, és ez az ütem bruttó 35 millió forintba került, de jó hír az, hogy most már teljes egészében elkészült. Kihirtesítettük az itt élőket, hogy a szolgáltatóhoz befáradva szolgáltatási szerződést köthetnek, és a szolgáltatási szerződést megkötését követően indulhat el majd az ivóvízszolgáltatás, sor kerül majd a vízmérő órák beszerelésére, hitelesítésére, és ezt követően akár néhány héten belül folyhat a víz a csapokból, a háztartásokba. A munkálatok zökkenőmentesen, fennakadások nélkül zajlottak az utóbbi hónapokban. Az enyhe tél itt a kivitelező munkáját segítette, ennek is köszönhető, hogy a múlt héten sikerült lezárni a projektet és átadni a munkaterületet, és ahogy említettem, most a szolgáltató próbaüzeme fog zajlani. Terveink szerint itt május 31-jel meg is szüntetjük az eddigi tartályos ivóvízszolgáltatást, mert minden itteni háztartásnak sikerült rákötni a hálózatra. A tamási Adórián új telep vízellátási közcélú vízilétesítményeinek kiépítése elnevezésű projekt 100%-ban állami finanszírozású, az ingatlan tulajdonosokra nem rót anyagi terhet. A vízoraknát és annak telepítését is a kivitelező cég végezte. A város több pontján zajlanak még hasonló munkálatok. Több ütemre bontottuk ezt a projektet. Jelenleg még zajlik a kivitelezés Kosbán, Újvárhegyen és Tuskóson, ott is néhány hét múlva elkészül a kivitelező, illetve a másik két területen még a tervezési szakaszban vagyunk. Adórián pusztán már engedélyes terveink vannak, Öreghenye területén pedig az engedélyes tervekre várunk, ezt követően ott is sor kerülhet a közbeszerzési eljárás kiírására. Tehát én azt gondolom, hogy a két utolsó ütemmel érintett területen is nyár végére legkésőbb lesz vezetékes ivóvíz. Nyilván szigetszerűen vannak még itt-ott elmaradások, de csak itt Adórián új telepen például közel 50 háztartás jut most vezetékes ivóvízhez, és összesen a projekt egész területén közel 500 ember jut vezetékes ivóvízhez. Előreláthatólag őszre a településnek nem lesz már olyan területe, ahol ne lenne elérhető a vezetékes ivóvízszolgáltatás.